Az Építészek Nemzetközi Szövetsége 1998-ban nyilvánította október 6-át az építészek világnapjává, illetve október az építészet hónapja. A Heves megyei építész kamara először 4 évvel ezelőtt, 2009-ben adta át a Heves megye építészetéért életműdíjat, illetve a kulturált környezetért nívódíjat. Előbbi díjat 4 évente, még utóbbit évente ítélik oda az arra érdemeseknek, mondta köszöntőjében Bátori Csaba, a Heves megyei építészkamara elnöke. A Heves megye építészetért életműdíjat ezúttal egy építészházas pár, Visnyei Györgyi és Fol Károly kapta. Mint elhangzott, az elmúlt évtizedekben számos Heves megyei település és Eger rendezési tervét készítették el. A díjat Rátkai Attila egri főépítész és Bátori Csaba, a kamara elnöke adta át. Az évente átadott kulturált környezetért nívódíjat idén egy szerzőpáros kapta, Jacsó Tibor és Janik László munkái közül az Agria Tiszk Bartók Béla téri épület együttesének tervei nyerték el a bírálóbizottság tetszését. A két nívódíjas építész be is mutatta az érdeklődőknek a terveket.